Hallo. Vor einigen Monaten erschien ein Buch über Dautzinger und Weinstein, über die Stadtteile von Stauffenberg. Volker Hess ist einer der Koordinatoren des Buches. Mit unserem Gespräch möchten wir kurz die Geschichte von Dautzinger und Weinstein darstellen. Mi adta az ötletet a könyv megírásához? Körülbelül 1200 évvel ezelőtt Daubringen és Mainstár lakói arra az elhatározásra jutottak, hogy területük egy részét a fuldai kolostornak ajándékozzák lelki üdvösségük megtartása érdekében. Az ajándékozási levél, melyet akkor írtak, a mai napig fennmaradt, és rajta a dátum 780 és 802, ami azt jelenti, hogy az első írásos emlékek Daubringenről és Mainstárról ebből az időszakból való, tehát 780 és 802 közötti időből. S így a két település 1980 és 2002 között ünnepelheti meg 1200 éves fennállását. Ezt az ünnepet az idén 1993-ban tartottuk meg. Ez az alkalom adta az ötletet a könyv megírásához, kiadásához, ami nagy örömünkre szolgálva tavasszal meg is jelent. Te vagy a könyv egyik szerkesztője, írója, a másik pedig Gerhard Felder. Te még sok más nevet is találtam szerzőként. Helyesen mondom, szerzőként? Társszerzőként. Társszerzőként. Hogy tud ennyi ember egy könyvön dolgozni? Nem mindig volt egyszerű. Sokféle alkotó, különböző korú emberek dolgoztak együtt, akik más-más látószögből értékelik a település történetét. Néhányan pedig már korábban írtak egy-egy művet, például Heinrich Hormann Mainstár történetéről, Karl May Daubringen történetéről, aztán egyesületekről, a mainstári tűzoltóságról, ünnepekről, hétköznapokról. De nekem is, másoknak is voltak már kész írásai. Éppen ezért nehéz volt így összeállítani ezt a könyvet, hogy az egységes egész legyen, hogy a két település történetét összefüggően, áttekintően beszéljen meg. Ha már Stauffenbergnél vagyunk, nem minden tarjányi volt már a ti városotokban. Kérlek, röviden mesélj Stauffenbergről, hol fekszik, mely négy városrészből áll. Itt a térképen könnyebben meg tudom mutatni. Tehát röviden. Stauffenberg város a 70-es évek elejétől a település rendezési fórum reform óta a következő falvakból áll. Treis, ez fekszik legmesszebb a központtól. Mainzlar, Daubringen és a központi település Stauffenberg. Dem Ortsteil Mainzlar, dem Ortsteil Daubringen und der Kerngemeinde Stauffenberg. Treis a neve alapján valószínűleg a legrégibb helyiség. Politikailag sokáig más tartományhoz tartozott. Stauffenberg az egyedüli városrész, amely nem a Lunda folyó völgyében fekszik. Nicht im Tal der Lunda liegt, ein Fluss, an dessen, fast an dessen Mündung die Großgemeinde Stauffenberg liegt. Térjünk vissza a könyvedhez. Részletesen írtatok Daubringen és Mainzlar legrégibb leleteiről is. Szép képek is találhatók azokról a tárgyi emlékekről, amelyeket a környéken fedeztek fel. A képek az időszámítás előtti 50 ezer évre nyúlnak vissza, a tárgyakat Stauffenberg környékén találták.
Itt fent a jégkorszak idején itt álltak a csont maradványai, és kettő ugyanebből a korból származó szerszám látható. Mennyszál környékén került elő ez a Hallstatt korból származó edény és bronzkarika. Szintén Mennyszál vidékéről való ez a harangedény. És igen érdekes, hogy ilyen harangedény található a Budapesti Nemzeti Múzeumban is. Wen es interessiert, ein ganz ähnlicher Glockenbecher steht auch im Nationalmuseum in Budapest. Ja. Und Ebben látható harangedény olyan idős, mint amit Budapesten is láthatunk, tehát egykorból származnak. A harangedény az egy kultúr időszakot is jelöl, az úgynevezett harangedényes kultúrát. A mennyszári úgynevezett harangedényes emberek és azok, akik a Budapesti Múzeumban is látható edényt készítették, közel egykorban éltek, és hasonló körülmények között. Szintén Dauringen könyvér környékéről származó ez a nagyon szépen lecsiszolt kőbalta, az új kőkorszakból. Talán az az ember, aki abban az időszakban vadászatra ment, és szerencsétlenül járt, és így vesztette el fegyverét, nem tudom. Hallottak-e öcsiről, aki az Alpokban találtak meg, és aki szintén a jégkorszak idején élt. Őt szinte teljes épségben maradt meg. Ez pedig egy bronzkori urna, Mennyszál vidékéről. Ein Grabfund aus der Urnensenderzeit, auch aus dem Bereich von Mainz. Hol tekinthetők meg ezek a tárgyok? Die meisten Gegenstände liegen leider im Magazin des Oberhessischen Museums, das heißt, sie sind amely most lenne 600 éves, de néhány éve lebontották. Egy képet azonban tudunk róla mutatni. Az uradalom egy szabad birtok volt, tehát nem volt más községnek, uradalomnak alárendelve. A gazdaságot nem terhelte semmilyen adókötelezettség. Ismereteink szerint a 14. századtól 1970-ig a lebontásig állt ez a birtok. Rendbetétele, újjáépítése igen költséges lett volna. Volt olyan elképzelés, hogy a birtokon egy mezőgazdasági kísérleti üzemet alakítottak volna ki. Másik elképzelés szerint Gießen mellett egy úgynevezett kísérővárost építettek volna fel. A Gießenben dolgozó szállás és lakóhely lett volna, üzletekkel, lakónegyedekkel, sporttelepekkel. De szerencsére ez nem valósult meg. Dauringen, Mainzlar, Stauffenberg képét ezzel teljesen átalakították volna. Az egykori birtok földjeit a ma környékbeli búzeki, lolári parasztok művelik. Itt halad át majd az autópálya, amely Kázelbe vezet. Das Gut wurde dann abgerissen und heute werden die Wirtschaftsflächen dieses Gutes von verschiedenen Landwirten aus der Gegend von Dauringen und Buseck in Landgemeinden bewirtschaftet. Und das ehemalige Bewirtschaftungsfläche wird von einer
Autobahn durchzogen, die Frankfurt mit Kassel verbinden soll. Und talán 100, illetve 200 évvel ezelőtt, nem emlékszem pontosan mikor, az utókornak, azaz Huszánk intézve írta egy korjelentést. Kérlek, olvasd el nekünk ezt a néhány sort. Ez az idézet a Dobringeni iskola krónikájából származik, a 19. század elejéről. A politikai, gazdasági életben beállt reformok utáni időben íródott, amikor a hatékony mezőgazdasági termelés még nem indulhatott meg. Egy olyan időszakban, mikor a kedvezőtlen időjárási tényezők miatt igen gyér volt a termés, tehát a nyomor nő, a szegénység terjed, a szegények és a gazdagok közötti különbség egyre nagyobb lesz. Tudnélik, akik ezt a krónikát 100 évvel később olvassátok, már látjátok a feloldhatatlan ellentétet következményeit, melyet az uzsorás termék felügyeletek hoztak létre. In einer Situation, wo es mehrmals Missernten gegeben hatte, das heißt, der Lehrer kommt, das war sein Name, die Not wächst, die Verarmung nimmt überhand, der Riss zwischen dem Armen und dem Reichen wird zu groß. Die ihr nach 100 Jahren diese Chronik leset, kennt vielleicht die Folgen dieser unchristlichen Spaltung veranlasst durch den abscheulichen Fluchtenbucher. Also, die Folge. A parasztok felszabadítását, annak következményeit említi a krónika író. A földművesek léte, élete teljes mértékben attól függött, milyen volt a gazdasági esztendő, s esetleg elfogadható volt a terménymennyisége és minősége, azt el tudta-e adni, vagy sem. Ezért vándorolt ki sok család más országba? Ez nem csak Dublinre és Mainzre volt jellemző, hanem Németországra és Európa nagy részére. Nagyon sok család, amely a megélhetésére szükséges javakat nem tudta beszerezni, kivándorolt Amerikába. De már korábban is sokan elhagyták az otthonukat, akiket ez az orosz cár vagy Magyarországról hívta, és ott a földművesként dolgozhatta. Familien zur Landarbeit in das Land holen. A Monari támogatásával jöttek, ugye? Igen. A 18. században a keleti államok, mint Oroszország vagy az Osztrák-Magyar Monarchia segítette településüket, míg Amerika esetében ez másként volt. Az államok kevésbé támogattak kitelepedni akarókat. Inkább maguk, a német települések adtak hozzájárulást a családoknak, mivel a nincstelenné vált, teljesen elszegényedett polgárokról a helyi önkormányzatoknak kellett volna gondoskodniuk. Sok esetben még a hajójegyet is megfizette a hivatal a kiutazóknak számára, mivel itt is nagy terhet jelentettek. Sprich den Ortsbürgern, von dem ich vorhin erzählte, nicht mehr auf der Tasche zu legen haben. Denn oftmals musste die Gemeinde diese Ortsarmen tatsächlich versorgen. Und das war vielen die Last zu groß. A könyvben olvastam az aratásról, aztán a disznóvágásról, a szövőmunkákról. És itt nekünk korábban már nagyon szépen megmutattad, hogyan is végezték ezt a munkát. Tarjánban is hasonlóképpen folyt az aratás. Mindenhol, ahol mezőgazdasági munkát egyszerű eszközökkel művelték, közel ugyanúgy zajlott le, és az emberek azon voltak, hogy a terményt a lehető legegyszerűbb módon takarítsák be. De ha már te ezt mondtad, te megmutattad nekünk, akkor idegen tollakkal kellett ékesítenem magam, és hozzátenném, hogy ezt a fejezetet Heinrich Hormann írta Mainzlárból. Ő gyerekként nagy élvezette hallgatta nagymamája meséjét, de hogy én is úgy be tudom mutatni, abban nem vagyok biztos. Also das
Itt érdekesek a kifejezések is, hiszen a mai gyerekek ezeket már kevésbé ismerik. Sem magyarul, sem németül nem igen fordulnak előbeszédünk során. Igen, ez meg lehet. Én még az iskolában tanultam erről, a könyvben olvasva, egészen másképp hangzik minden. A földön áll a gabona. Ez eddig nem okoz különösebb gondot. Az iparosítás előtt mindent kézzel kellett végeznünk, tehát a kaszálást, a gyűjtést, hazaszállítást, szállítást is. Érdekes volt az asszonyok munkája is, akik sarlóval levágták egymarig gabonát. Tizenkét kévéből raktak aztán egy kepét, egy kéve volt középen, három körülötte. Nyolc azon kívül. Úgyhogy a határban ekkor sorban álltak az ilyen kepék. Zusammengestellt, ein Sichling in die Mitte, drei Stück drumherum und dann nochmal acht Stück drum, sodass dann nachher das ganze Feld voller kleiner Hütten oder Hausen stand. A 19. században aztán megindult a gépesítés, iparosodás. Meisslerben, Dobringenben elkészült például a vízvezetékrendszer. Milyen más változásokat hozott ez a település életében? Erre sem lehet egy szóval válaszolni. Először a közeli környéken jelentek meg az üzemek, aztán Meisslerben is a DDR üzemek. Az elszegényedett családoknak végül is kenyeret, megélhetést is jelentette. Akiknek a mezőgazdaság nem hozott szerencsét, ezekben az üzemekben munkalehetőséget találtak. A faluban is beindult a lassú iparosodás, és ezáltal beindult a falu fejlődése is, és ezt hozta magával, hogy finanszírozni lehetett például a vízvezeték kiépítését, az elektromos áram bevezetését. És lassan átalakult az eddigi paraszt életmód is. Megváltozott a családok élete, de egy-két szóval ezt nem lehet jellemezni. Említésre méltó azonban, hogy magával az iparosodással kisebbek lettek a családok is. Azelőtt 3-4 generáció élt és dolgozott egy házban. Ekkortól azonban csak egy-két család élt együtt. Mit der Industrialisierung die Familien immer kleiner werden. Früher lebten 3-4 Generationen zusammen und arbeiteten auch zusammen. Schon in den 20er Jahren des unseres Jahrhunderts waren plötzlich nur noch 1-2 Generationen mit zum Teil auch weniger Kindern. Századunk 30-as éveiben Németországban igen megerősödött a nemzeti szocialista mozgalom. Már sokat hallottunk erről, sokat tanultunk erről, de véleményem szerint még mindig nem eleget, vagy nem mindenki okult ezen eseményekből. Egy igen megrázó idézet olvasható a könyvben, úgy érzem, érdemes meghallgatni. Az idézet Meisslerből a nemzeti szocialisták által 1942-ben utolsóként elhurcolt zsidókról szól. Ez az idézet számomra azt jelenti, hogy hová vezethetnek olyan rossz irányba tartó politikai, szociális és gazdasági irányvonalak, mint amilyenek a 20-as, 30-as években elindultak. És ez az emberek hozzá nem értéséből politikailag saját értékeikkel ellentétesen viselkednek. Ez egy gizzeni szemtanú leírása, aki szerencsés módon túlélte a deportálást. In der damaligen Weimarer Republik gelaufen sind. Und wenn sich Menschen aus Unverständnis im Prinzip gegen ihre eigenen Interessen verhalten politisch. Aber dazu müsste man zu lange aus und ich werde das Zitat noch kurz vorlesen. Es ist ein Augenzeugenbericht eines Juden, der die Deportation überlebt hat, glücklicherweise. Zitat. Zu Beginn der Deportation. Jeder durfte nur einen Koffer oder Rucksack mitnehmen und außerdem noch Handgepäck, so viel er tragen konnte. Die Sachen mussten in Anwesenheit. Mindenki csak egy bőröndöt vagy hátizsákot vihetett magával. Ezen kívül kézipodgyászt,
annyit, amennyit elbírt. A holmikat a gestápo jelenlétében kellett bepakolni, s ami az uraknak nem tetszett, azt nem lehetett elvinni. Ugyanígy elvették tőlünk már Gießenben a pénzünket és egyéb értéktárgyainkat. Darmstadtban, a hesseni zsidók gyűjtőjében iskolába vittek bennünket. Mielőtt beléptünk volna a szálláshelyünkre, átvizsgáltak bennünket. Itt még elvették az összes értéktárgyainkat, ami még volt, óránkat, pénzt, aranyat. Csak a jegygyűrűt hagyták meg. Aztán két csoportba osztottak bennünket. Az egyikben 65 évnél fiatalabbak kerültek, a másikban az ennél idősebbek, valamint a háború sérültek és azok, akiket sebesülési jelvénnyel tüntettek ki. A 65 évnél idősebbek Theresienstadtba kerültek bennünket, Lengyelországba hurcoltak el. Ennek során nem egy esetben gyerekeket szakítottak el szüleiktől, és ezek szíveszorongató jelenetek voltak. Ebből a szállítmányból 1287 zsidót vittek el Theresienstadtba, és 850-et Lengyelországba. Néhány súlyosan beteg, akit még elszállítottak volna, már útközben meghaltak. Eddigi ismereteink szerint egy mainzlani zsidó sem élte túl a német koncentrációs táborok szörnyűségét. Juden aus der Region umgeben. Einige Schwerkranke, die auch versetzt werden sollten, starben schon auf dem Transport. Vielleicht nur zur Anmerkung noch, von den jüdischen Familien, die 1942 aus Mainz deportiert wurden, hat keiner diese Schreckenszeit überlebt. Ezt az emlékművet a zsidó áldozatokért emelték? Igen, Mainzvárban a zsidó áldozatokért. Amiről el kell mondanunk, hogy tavaly megrongálták, a béke nehezen jön el. Azután, a háború után Németország hasonló helyzetben volt, mint Magyarország. Az ország romokban hevert, városok, falvak feldúltan álltak. És ekkor érkeztek a keleti államokból kitelepített németek. Ez is sok nehézséget okozott Németországnak. A gondok erősen jelentkeztek. Több mint 100 családot telepítettek le Darmstadtba, Mainzvárba, Freisba és Tauffenbergben, Csehországból. Akkor bizony nem volt olyan harmonikus ez a kapcsolat, mint ahogy ma már ez látszik. Ma már nem is tudni, hogy ki honnan jött. A háború után egy-egy házban, ahol eddig esetleg két család lakott, most 4-5-nek kellett megférni egymással. És mindent, ami a háziaknak volt, meg kellett, hogy osszák a betelepített családokkal. Éppen azoknál okozta ez a legnagyobb gondot, aki a legtehetősebbek voltak, és többet veszítettek. Azon családoknál, amelyek szegényebbek voltak, talán kevesebb feszültséggel járt ez a befogadás, éppen a vagyon hiánya miatt. De idővel minden rendeződött. Gerade dort, wo mehr vorhanden war, größte Schwierigkeiten. Interessanterweise ist dort, wo die Leute sowieso schon in ärmlichen Verhältnissen lebten, unter Umständen die Spannung weniger stark gewesen als dort, wo es noch ein bisschen was zu verteilen gab. Aber die Spannungen haben sich mit der Zeit dann auch abgebaut. Ezután következtek az úgynevezett szebb idők, Németország fellendülése, és majd a 70-es években a település rendezési reform, ami azt jelentette, hogy megszülettek a nagyvárosok, nagy községek, és Stauffenberg a négy város része. Nagyon tetszett nekem. Ezt jó hallani. Kívánok nektek, nem csak neked, hanem minden szerzőnek, aki a mű összeállításában részt vett, sok jó témát az elkövetkező könyvekhez.
Köszönöm. Vannak esetleg már terveid? Terveim mindig vannak. Először a családom történetével szeretnék foglalkozni, majd egy férfiről szeretnék írni, akit a könyvünk is említ, neve Ludwig Lázár. A harmadik témám pedig tudományos jellegű, de nem tudom, mikor jutok hozzá, és hogyan sikerül ezekről írnom. Tehát ebben a sorrendben szeretnék témákkal dolgozni. Családom, Ludwig Lázár, doktori disszertáció. Témáid vannak? Igen. Kívánok el sok időt, hiszen te a munkád mellett esténként írsz. Igen, így van. Kívánok sok időt, jó egészséget, sikert a könyveidhez. Köszönöm. Köszönöm a beszélgetést. Én is. A Városi Rendőrkapitányság felkérésére a Falu TV műsorában rendszeresen közlünk közlekedéssel kapcsolatos ismeretterjesztő műsorokat. Kérem, nézzük meg az első címet. Nem sokáig tart a mókkal. Mi lehet szép angolosan meglépnénk? Maga kocsival van, ugye? Ha? Akkor hazavihet. De gondolja meg, mielőtt felel. Békás megyere lakom. Akár a világ végére is elviszem. Jó, már csak ez hiányzott. Thank you.
Akár a világ végére is elviszem. De taxival. Öndönt. Iszik. Vagy. Vede. November 22-én a Sziget vendéglőben a tarjáni foci csapat megalakítására gyűltek össze a sportbarátok. Csak lelkű focisták, szurkolók. Engedjük szeretettel köszöntjön. Körülbelül megjelent Csejtei István István, a Tataváros Labdarúgó Szövetség körzetének elhelyettesít, és köszöntsen Hoffmann Józsefet, a Pályam-Esztergom megyei Labdarúgó Szövetség főtitkárát. Mindannyian, azt hiszem, akik itt vagyunk, tudjuk, hogy miért jöttünk össze. Mielőtt rátérnénk a érdemleges tárgyalásra, hadd mondjam el egy-két szóval, hogy vannak itt idősebb sporik, akik részt vettek még annak idején a futball mérkőzéseken, aktívan sportoltak. Elég jó helyezéseket értek el, ugye, járási, vannak itt a járási bajnokságban játszottak. Nem sokat látok, talán Hubertón itt van, aki azokról nem igen. Szóval látták a labdát szívvel, lélekkel, sokszor saját költségen utaztak, ismerjük ezeket a háború utáni helyzet jelentéseket, amik voltak, ugye, hogy kocsival mentek, meg saját pénzzel is így tovább, néha még tornacipőbe, csuka helyett. Ennek aztán az lett a vége, ugye, hogy egy darabig még ment a csapat, és egy pár évig, talán egy-két évig leállt, és hát a termelő szövetkezet akkori elnöke felszántatta a pályát. Nem volt egyedül a községünk, amelyik így járt, ugye az országban, sok baj volt is, hát másra kellett koncentrálni, de fel lehetett volna támasztani, de elhamarkodott és elsietett, valami volt ez. Azóta aztán nem volt futballcsapat ez. Tóni, mikor lehetett? 1966-ban kezdtük, igen. Akkor nyertünk kongresszusi kupát a községben, és utána szerepeltünk még a járásba 8 évet, úgy általában a közép is a az első hat között körülbelül. Igen. Polgármesteri hivatal, az önkormányzat nagyon jó áll hozzá ahhoz a kérdéshez, hogy ismét megteremtsük a lehetőséget, hogy futball csapat létrejöjjön. Ennek előfeltétele volt, hogy pálya kell. Azt is előteremtette, egy szép pályánk van, öltözővel, és semmi akadály annak, azt hiszem, hogy meginduljon most a rendszeres futball élet tarjánba, a kézilabda mellett. Hát most azért jöttünk össze, hogy egy ilyen előzetes megbeszélésen fixáljuk a dolgokat, hogy hogyan tovább, és amint a Csejtei István úr már előzőleg engem tájékoztatott. Ez egy előzetes megbeszélés. Jegyzőkönyvet vezetünk róla, felkérem a feleségemet, hogy csináljak már. Örömmel csinálja és írja. A gyűlés ezek, tehát egy előzetes, egy öttagú bizottságot kell majd létrehozni, akik kidolgozzák a labdarúgó szakosztálynak az alapszabályát kidolgozza, és ezt a következőkben fogja majd a gyűlés elé, a későbbiek folyamán a gyűlés elé terjeszteni elfogadásra. Itt megjelent sportbarátokat, sporttársakat. Egyrészt a Komárom-Esztergom megyei Labdarúgó Szövetség elnökségi tagjaként, és itt szeretném tolmácsolni Buzánszki úrnak azt a jó kívánságát, és
Sajnos nem tudok ma itt lenni, vagy nem tudik lenni. Olyan elkötelezettsége van, hogy 40 éves jubileum, a 63-as jubileumi mérkőzés évfordulójára készülnek, köztársasági elnök fogadja őket, Boros Péter belügyminiszter úr fogadja őket. És hát a program annyira kötött, hogy ő ma nem tudott jönni, de természetesen vegyük úgy, hogy itt van velünk. Hoffmannról egyetemlegesen be fogunk számolni a mai összejövetelről, az itt elhangzott és elképzelt javaslatokról, és bízom benne, hogy ma itt olyan döntés születik, hogy valójában egy egészséges és egy nagyon jó atomika szakosztály fog megalakulni létrejönni. Horváth úr említette, hogy mi a mai összejövetelnek tulajdonképpen a lényege. Én szeretném röviden elmondani, hogy a labdarúgó szakosztály létrehozása, megalakítása tulajdonképpen bizonyos kötöttségekhez tagozódik. Tehát megvan az, hogy egy alapszabályt kell létrehozni. Az alapszabály tulajdonképpen mondja majd ki, hogy miként fog működni a labdarúgó szakosztály Tarján községben, akár önállóan, akár a kézilabda szakosztály mellett, mert lehetséges olyan, hogy önálló egyesület a labdarúgó szakosztály, tehát nem labdarúgó szakosztály, hanem önálló egyesület, és önálló egyesület a kézilabda is, de úgy is lehet, hogy Tarján községben egy egyesület, sportegyesület létezik, és két szakosztálya. De mindenképpen én azt javasolnám, tekintettel arra, hogy van már ebből bizonyos értelemben tekintetben tapasztalat, hogy pénzügyi vonalon külön számlál legyen a két szakosztály, ezt az alapszabályban így kell majd rögzíteni. Az alapszabály tulajdonképpen úgy épülne fel, hogy itt ma kimondja, itt a jelenlévő kimondják azt, hogy igenis megalakítjuk, szándéknyilatot tesznek, megalakítjuk a labdarúgó szakosztályt. Itt javaslatot kell tenni majd, most a Horváth-ról 5 főt említett, legyen 5 fő, de lehet 3, lehet 7, ez nem, most nem szoroz. Ezt el kell dönteni. Magyarul egy előkészítő bizottságot, vagy egy előkészítő csapatot, mancsaftot, akik ugye felkeresve mindazokat, akik itt ma jelen vannak, majd kérném a jegyzőkönyvezetőt, hogy egy jelenléti ívet szíveskedjen körbejáratni. Mindenki írja alá, hogy majd jelen volt. Igazolja ezt majd azzal tulajdonképpen, amikor az alapszabály készül, hogy ez az alapdokumentum, hogy itt a mai publikum így döntött, majd a következő összejövetelnél már ez az 5 fős, úgy mondjam, előkészítő bizottság beterjeszti az itt lévők javaslatai alapján az elnökségi tagokra a javaslatot, hogy kit kívánnak az elnökségbe megválasztani, kit kívánnak elnöknek, stb. Reszortokat, kit kívánnak a labdarúgó szakosztály mellé, ennek annak a mannak, akár egyszerűen, akár intézőnek, bármi. Tehát tulajdonképpen itt egy hosszabb folyamat, tehát egy olyan munka vár erre az előkészítő bizottságra, aki megkérdezi az alapszabályt, mondjuk az nem egy nagy vasszis, de azt el tudják készíteni. Létezik itt már a kézilabda szakosztály egy alapszabály. Az alapszabály értelmében, jól tudom, 4 évre választom, ugye? 4 évre választom az elnökséget, azon a közülésen, vagy azon az összejövetelen. Ennek az őszintén már láttam a pályát, megmondom őszintén, egy nagyon szép helyen van, nagyon szép környezetben van. Úgy érzem, Tarján község megérdemli mindazt, amire nagyon régóta vágyott és nagyon régóta vártak, akár fiatalabb, akár idősebb. Annak idején ez nem alatott meg, rosszabb körülmények közepett, és volt csapat a Tarjának, mint ahogy a Horváth ő sem említette. De éppen, hogy a mai fiatalok élnek a lehetőséggel, és tulajdonképpen lesz egy igazi jó csapat Tarjának. Én azt kérni, vannak itt körünkben olyan, még ma is aktív labdarúgók, akik tarjáni születésig vagy tarján községhez kötődnek, vállalják fel mindazt, hogy kezdetben ott lesznek a szervezők körében, akár játékokkal is segítik a fiatalokat arra inspirálni, hogy
igenis legyen itt a Tarjánban egy nagyon jó labdarúgó szakosztály. Én úgy érzem, hogy a kézilabdához hasonlóan a kézilabda is elég magas szintre eljutott. Tarjánban egy nagyon jó MB2-es kézilabda csapat volt, remélem lesz közelő jövőben. Az, hogy most egy ilyen átmenet van a megyei bajnokságban szerepelnek, de ez ne jelentse azt, hogy most lemondtuk az MB2-t, de biztos, hogy lesz MB2-es, mert maga a község egy nagyon szép fellendülés útján van. Összességében nézve, nem titok, el kell, hogy mondjam, a újságon keresztül is azt tapasztalom, pillanatnyilag most két oldalról képviselem ezt a mai közgyűlést, két oldalról közelítem meg. Mármint a Labdarúgó Szövetség, azaz Tatai Város és Körülötti Labdarúgó Szövetség, remélem, hogy előbb-utóbb találkozunk, olyan értem, hogy lesz egy csapat, labdarúgó csapat, és indulni fognak a bajnokságban, a másik oldalról pedig a 24 óra részéről, az újság részéről. Megmondom őszintén, én igyekeztem röviden a beharangozatot úgy formálni, hogy amit én belsőleg éreztem, meg érzek ma is, hogy nagyon szép dolgok történnek Tarjánban, felelősségteljes dolgok, itt gondolhatok akár a csatornázásra, akár a telefonra, akár gázra, bármi olyan, ami, és ebbe beletartozik a labdarúgó pálya is. Hát nem kis pénzbe, nem kevés pénzbe került, és biztos, hogy sokat áldozott az önkormányzat, és már az is egy biztató dolog, hogy amit a polgármester ígért, az indulásnak a 100 000 forint, most nem a 100 000 forint, de valójában valahol, valahol ez egy nagyon jó jel. Én kívánom, hogy mindenki éljen vele, és ki kell használni, mert ma az én fiam, holnap után az ő gyermeke fog ezen a létesítmény, vagy ezen a pályán, vagy ott a létesítményen, akár szabadidőben futballozni, vagy szórakozni, vagy éppen játszani, vagy akár mint aktív sportoló. Én azt kérném, hogy mindenki mondja a javaslatát, tegye meg az észrevételét. Össze jó volt a hangulat, szép volt, éppen már nem volt hátul a pályán, gyönyörű szépen legyen a pályákkal körbevéve, öröm volt játszani, jártuk a járást, mint ahogy most is vannak járási csapatok, csak hogy a Tarján nincs benne. Erre jut eszembe a mai 24 órának egyik cikje, mi szerint Dunamáson egy 40 éve kiáró idős bácsi nyilatkozik, hogy nem falma az, ahol nincs labdarúgó csapat. Hát itt megvan adott helyzet akkor most is, hogy legyen, és fiatal is van bőven, és még azt is el kell mondani, hogy mivel a községnek NSZK-ban, Stavronbergben van partra kapcsolata, jó magamnak is van 4-5 család, aki szívesen támogassa a labdarúgást, úgyhogy amihez csak pénz és pénz kell, mert ha nincs szerelés, nincs futball, nincs egyéb felszerelés, nem lehet azt nyújtani, amit kellene. Ezen téren én úgy vagyok, hogy a jó, az én magam részemről, amit tudok támogatni erkölcsileg, szakmailag, azt szívesen megadom, mit, hogyan kellene. Annak idején, amikor a pályát építették is, elmondtam azt, hogy ha lehet a pályát építeni, akkor ne így hossz irány, vagy most csinálták, hanem ellenkező irányba képzeltem el, hogy a többi pálya is van, hogy nyugati szél, és egyéb viszontagságnak megfelelő. Hát ez nem sikerült. Az iskolába, hogy felállok. Hát a pályaépítés ugye az már lemaradt. Az az igazság, hogy olyan centrumba került a pályán, az egy kicsit messze volt, de most a falu közepén van szint. Itt pedig behatárolódott, ugye, hogy nem lehetett így építeni, mert nem volt ott a maszektól, ugye az egyéniektől nem lehet elvenni a faszet, ugye. Ami adott, arra kellett építeni. Én hiszem, hogy jó lesz ez is. Ha fák majd megnőnek, jó lesz ez is, ha beválik a pálya. A pártoló tagsággal kapcsolatban, hát ez minden sportegyesületnél van, ugye, hogy pártoló tagok van. Ez az egyesület vezetősége, vagy a közgyűlés határozza meg, hogy mennyit fizetnek közös elhatározás alapján, és ezt természetesen, hogy be
szedik majd az illetékesek, akik vállalják azt a csapatok a pénzbeszerzést. Vagyok itt, mert nem focizok, ugye, mert én vagyok az Egyesület pénztárosa, és én beszéltem a polgármester úrral. Elnézését kéri, hogy nem tud itt lenni, most tárgyalnak a környezeti községek polgármestereivel a telefon bővítése kapcsolatban. Telefonáltam, és a tardosi polgármester asszony vette föl a telefont, úgyhogy egész biztos, hogy ebben a témában tárgyalnak, és igen fontos dolog, úgyhogy még egyszer elnézését kéri, hogy nem tud eljönni. De két testületi tag is van itt, úgyhogy a János és az önkormányzatnál dolgozik, úgyhogy be fogunk számolni neki, hogy mi hangzott el itt. Ő mondta nekem is most, hogy 100 000 forint a felszerelés vásárlásához most az önkormányzat még ebben az évben biztosítani tudja. Azt, hogy itt egy labdarúgó szakosztály létesítsünk, ugyanis a kézilabdával sport szerető emberek, és akik kijártak a pályára, én azt hiszem, hogy elég nagy örömmel vették azt tudomásul, hogy a csapatnak milyen jól ment a játék. Sajnos a tényezők, amit előttem megemlítettek, ez valóban fönnállt, hogy itt hagyták a falut, Németországban mentek dolgozni, és hát így a csapat sajnos a megyébe szerepel. Én a labdarúgó szakosztályt nagy örömmel veszem, és támogatni is fogom anyagi és erkölcsi oldalról mindenhogyan, ahol mi az én tehetségemet és anyagi erőmet fedezi. Csupán pontosan a vezetőkhöz, akik ide meghívott vendégek, szeretném feltenni a kérdést, ugyanis Csejtei úr említette, hogy a gyönyörű szép környezet és a pályát tavasszal, illetve ősszel láttam. A pálya méretével kapcsolatban én meg szeretném kérdezni, hogy ez bizonyos méreteknek megfelel most nem azért, hogy itt Tarján valamikor kekket vagy bekket fog játszani, mert azt hiszem ez még egy kicsit odébb van. De a Megyei Labdarúgó Szövetség részéről ezt a pályaméretet elefogadják. Ugyanis én, ahogy így az útról lepásztáztam a pályát, illetve lefigyeltem, én nem tudom, hogy a méreteknek ez illetve a szabványnak ez meg fog felelni. Elefogadja a Megyei Labdarúgó Szövetség. Köszönöm szépen! 45-90-es. Az a minimum, és 60-120-as maximum. Elmondanám, hogy a szabálykönyv azt mondja, hogy a legalsó minimum méret az a 90 méter hosszú, 45 méter széles, ami megvan. Igen. Amiről informált a Mikonyagról is, a Kentről is, tehát az megvan. Na most tulajdonképpen ajánlatos valamivel nagyobbat hozni, mert tulajdonképpen a játék az úgy egészséges, a nagyobb pályán játszana. Tehát ez az alsó határ. Most azt hiszem, vannak itt olyan labdarúgók, hogy te is tudod, Béla, vágészesen a minimumban, ami a 16-os, 16 és felestől azt jelenti, hogy az oldalon a 2 méterre. Durván, 2 méterre. Nem egészséges dolog, ezért azt mondja a szabály, a labdarúgó pályák is osztályozó vannak. Van első osztályú pálya, van másodosztályú, harmadosztályú, negyedosztályú. A legalacsonyabb szintű bajnokság, az a körzeti labdarúgó bajnokság, az tulajdonképpen negyedosztályú pályát követel. Most erre, hogyha kialakul egy társaság, aki tényleg kézbe fogja venni úgy a csapatot, mind a pályát, akkor ezeket a problémákat megpróbáljuk kiküszöbölni. Tehát a lehetőséghez mértem, ugye hosszabbra még meg lehet építeni a pályát, mert van hely. Hát gondolom egy kis igazítással, ha megnézzük a dolgokat, a szélességen is lehet még egy 2 métert, minimum 2 oldal, és akkor az már egy szerintem elfogadható pálya lesz, és nem egy öreg fiú pályája. Köszönöm. És ott voltam, engem is hívtak a pálya kijelölésénél. Szabálykönyv szerint csináltuk a pálya méretét, és nyugodjon meg mindenki, hogy ezt elfogadjuk, tehát szabály szerinti pálya. Kicsinek látszik, persze, 90-40, és az az igazság, kicsi. De szabályos a pálya. Most nem vezetőséget kell, hanem magyarul egy szervezetbizottságot kell most tulajdonképpen kijelölni. És erre hangozik el javaslat. Igen, én úgy érzem, hogy ez a falu ezt megérdemli. Ennek a falunak kell egy fotballcsapat. Kell egy fotballcsapat. Tényleg itt annyi tehetséges fiatal van, lásd, hát jártak Héregre. Az ottani bajnokságban Zöme Tarjáni volt, én ahogy tudom.
és nagyon jól szerepeltek, mindig az első öt helyezett között voltak. Na most ezek a tarjániak, ha a falunak hozzák a dicsőséget, az én szerintem csak egy jó pont. Ha majd a krónikába, ez le lesz mind írva a sport krónikába a falunak, akkor én azt hiszem, hogy annak idején, ha 90 évet megérünk, akkor mi is örömmel fogjuk olvasni azt, hogy a mi fiataljaink milyen jó szerepelnek. A jelenlévőket megkérdem, hogy elfogadják-e és támogatják-e azt, hogy alakuljon szakosztály, labdarúgó szakosztály. Én gondolom, hogy két feltartása szabad. Köszönöm. Egyhangú, azt hiszem, nem volt valaki, aki tartózkodott, vagy ellene szavaz. Nem. Tehát a jelenlévő hány tag? 35. 35 tag megállapítja egységesen, készfenntartással, hogy létesüljön szakosztály, labdarúgó szakosztály, és működjön a továbbiak. A falu van akkora, hogy elbír egy öreg fiúk csapatot, egy felnőtt csapatot, egy ifjúsági csapatot és iskolán belül, tehát ez lehet az iskolai DSK-n belül, diák sportkörön belül, egy serdülő csapatot. Én nekem ez a véleményem, hogy ez, na most nem baj, hanem egyszerre indul be minden. Tehát itt a fokozatosságot be lehet tartani. De ha kell, akkor egyszerre is indulhat. És azt hiszem, ez a önkormányzat részéről is támogatást nyer. És akkor egy sportkörön belül lenne a két szakosztály, az én elképzelésem szerint, vagy én javaslatom szerint, két külön gazdálkodással. Tehát megvan, hogy 50-50 összeg, és azzal gazdálkodik. Meg ugyanúgy a kézilabda szakosztály is szerezheti a támogatókat, ugyanúgy a futball szakosztály a pártoló tagokat, és az se kizárt, hogy aki kézilabdázik, az nyugodtan futballozhat. Elvártam, hogy egy beszélnek, ugyanúgy hozzásegítünk mindenkinek, hogy nem azt akarom, hogy beszóljak egy ideje a lehetőségbe, de azt mondják, hogy menjek foglalkozni a ifjúságival, vagy a szívesen megcsinálom. És ő, mint MB2-es futballista, szintén megcsinálja. Volt. Én is voltam. De most is az végül is. Jenő bácsi, hogy nem jött meg, mert ő neki biztos a karába beosztottja volt, én ellene futballoztam, Mészőjel, Puskással, nem a öregöcsivel, hanem a doktor Puskás ellen futballoztam, de tapasztalatot tudunk adni. És akármikor, ha azt mondják, hogy menjek le délután, 4 órát, mint tudom, hogy menjünk, és idén segíteni a gyerekünkkel, lemegyünk, ugyanúgy, segítünk hozzá, de itt látunk, ugyanúgy, mint a Feri, a hosszú Feri, a gömbölös, úgyhogy rúgunk már magunknak. Ferenc, Mikonya János, Huber Antal, Nandi Gyula, ha jól mondtam, Nandi Gyula, György Gábor, Kirsner, na most ezeket megkérem, hogy elfogadják. Először azon ugye elfogadják el a Pilcinger Nándor is szerepelt, annak a neve is. Pilcinger Nándornak a neve is szerepelt. Az is várjuk ki. Pilcinger Nándor. Most megkérdőjelezem, a Falu TV-ben egész héten hirdették ezt a gyűlést. Miért nem tette tiszteletét az, akinek ez érdeke, hogy ez megalakuljon, hogy erre a hivatott helyre ma este eljöjjön? Tehát az, aki ma este ide nem jött el, annak nem szívügye az, hogy ez a sportkör itt megalakuljon. Én nekem ez a véleményem. Nem török én senki felett pálcát, mert én nem olyan ember vagyok. De én szerintem annyi illedelem és tisztelet lehetett volna benne, hogyha mink ilyen emberekre szavazunk, akkor annak ma itt lenne helye. Köszönöm szépen! Kívánnák, hogy még egyszer felolvassam. Igen, legyen szíves. Igen, legyen szíves. Ferenc elvállalja. Igen. Mikonya János. Igen. Huber Antal. Igen.
Nagy Gyula, Gyula bácsi, jó? Igen. György Gábor, igen. Kisner Zoli, igen. Schneider Feri, igen. Pilcinger Nándi, igen. És jó maga, ugye vagy. Na most akkor megkérdezem a jelenlévőket. Most mi szabad? Kívánják, hogy egyenként készfeltartás, vagy együttesen? Együttesen. Akkor szavazunk, akik elfogadják a előbb felsorolt sportársakat, ilyen jelölőbizottságnak is egyeztető a sportról, vagy a futball szakosztály tervének a kidolgozása, azok nyújtsák fel a kezüket, akik elfogadják ezeket. Egyet értenek a jelölteket. Köszönöm. Van valaki, aki tartózkodott? A hétvégén falunk vendége volt Horst Münch, Stauffenberg polgármestere, ezért most került sor a Tarján községért emlékérem átadására. November 27-én a községházán ünnepélyes keretek között nyújtották át a díjakat. A kitüntetettek Szeged Jánosné tanárnő, Mikonya József író és Horst Münch polgármester. Sok szeretettel gratulálunk nekik. Engedjék meg, hogy mindenek között nagy tiszteletben köszöntjem körülbelül megjelen Horst Münch polgármester urat. Gestatten Sie mir, dass ich Herzlichster Herr Münch, Horst Münch, der Bürgermeister von Stauffenberg begrüßte. És kísérletemben lévő Roland Emig urat, Eva Sota urat és Harry Leszke urat nagy szeretettel köszöntjem. Ja, und die anderen Mitglieder der Delegation. Ugyanilyen tisztelettel és szeretettel szeretném köszönteni Konrád Stavic urat és kedves feleségét, aki Stauffenberg városából érkezett hozzánk, és Tarján vendégeként van jelen ezen a rendkívüli testületi ülésen. Konrád Stavic und seine Gattin begrüßen, die aus Stauffenberg als Gast hier in Tarján weilen. És ugyanilyen szeretettel köszöntöm végül, de nem utolsó sorban Szegedi Jánosné és Mikonya József urat és hölgyet, akik a mai rendkívüli testületi ülésünk jelentős személyiségei lesznek. Tisztelt képviselőtestület, ma egy rendkívüli testületi ülésre jöttünk össze, és mindenekelőtt ismertetném a mai rendkívüli testületi ülésünk napirendi pontjait. Tekintettel... Ja? Körperschaft, heute sind wir zu einer außerordentlichen Körperschaftssitzung einberufen worden und ich möchte gleich die Punkte, die heute auf der Tagesordnung stehen, bekannt geben. Először is beszámolni szeretnék a 8/93-as számú rendeletünk végrehajtásáról. Ich möchte über den Beschluss 1993.8 berichten. Mely a tarjáni kitüntetések átadásával kapcsolatos. Der mit der Verleihung des Preises für Tarján in Zusammenhang ist. Második napi rendi pontként a lőtéri gyermektábor beruházásával kapcsolatban szeretnék néhány szót szólni. Und als zweites möchte ich über das Projekt Tarján Schießplatz sprechen. És végezetül pedig egyetlen napi rendi pont keretén belül szót adok valamennyi képviselőtestületi tagunknak, meghívott vendégünknek, úgy a külföldieknek, mint a hazaiaknak egyaránt. Sonstiges steht auf der Tagesordnung. Da möchte ich die Körperschaftsmitglieder bitten, darum bitten, ihre Meinungen zu äußern. Na most abban az esetben, ha ezeket a napirendi pontokat tekintettel arra, hogy írásos anyag erről nem ment ki, így el tudjuk fogadni, akkor én arra kérlek benneteket, hogy most a forgatással, ne készfelemeléssel fogadjuk ezt el, és akkor a napirendeket ezen pontok jegyébe tárgyaljuk. Ja, stimmt, es wurde nicht ausgesandt über diese Sitzung, aber wenn ihr mit diesen Punkten, die auf der Tagesordnung stehen, einverstanden sind, seid
Jó, tehát mivel az egyetértést megkaptam, egyedében rátérnék első napirendi pontunkra, mely a 8/93-as számú rendelet végrehajtásával kapcsolatos. E rendelet a következőkről szól. Tarján község önkormányzata ezzel a rendeletével megalapítja Tarján községért kitüntetést. Also in dem Laut dieses Beschlusses steht es, dass Tarján, die Gemeinde Tarján, jedes Jahr einen Preis ausleihen wird mit dem Titel für die Gemeinde Tarján. A kitüntetés adományozásával az önkormányzat azoknak a magyar és külföldi személyiségeknek a kiemelkedő tevékenységét ismeri el, akik jelentős mértékben hozzájárultak a település fejlesztéséhez, társadalmi, szellemi életének, közéletének alakításához, idegenforgalmi jellegének, nemzetközi kapcsolatainak ápolásához. Also der Preis geht an die ungarischen und ausländischen Staatsbürger, die für die Entwicklung Tarján und für die Kultur Tarján besonders viel getan haben. E határozat végrehajtásáról szeretnék most beszámolni tisztelt képviselőtestületnek és mivel a videokameránk is jelen van, a község lakosságának is. Rendeletünk értelmében évente 3 alkalommal adományozunk ilyen kitüntetést. E kitüntetés ebben az évben képviselőtestületünk egyhangú szavazása alapján a következő 3 személynek adományozta. In diesem Jahr hat unsere Körperschaft für 3 Leute, also in diesem Jahr hat unsere Körperschaft diesen Preis für 3 Leute gegeben. Név szerint Szegedi Jánosnénak, Mikonya József úrnak, végül nem utolsó sorra pedig Horst Münch polgármester úrnak, aki Stauffenberg városának polgármestere. Ja, also für Julian Szegedi, für József Mikonya und für den Bürgermeister von Stauffenberg Horst. Szegedi Jánosné községünk múltjának kutatásáért, tárgyi emlékeinek megőrzéséért, tájházunk megalapításáért kap e kitüntetést. Ja, Frau Szegedi hat diesen Preis für die Geschichte, hat diesen Preis dafür bekommen, weil sie sehr viel dafür getan hat, dass die Geschichte von Tarján also fortgeschrieben soll. Und dafür hat sie auch sehr viel getan, dass wir unser Heimatmuseum einrichten konnten. Mikonya József, Tarján múltjának írásos megörökítéséért, Tarjáni Krónika című könyv megírásáért, községünk javáért kifejtett tevékenységéért kapta e kitüntetést. Mikonya József beszélben most riklik gemacht, er hat diesen Preis für sein Buch, also für die Tarjáni Krónik bekommen. Horst Münch, Stauffenberg polgármestere, népek barátságáért kifejtett, valamint népek és nemzetek békés egymás mellett élésért kifejtett tevékenységért. Ezekon a felsorolás, ezek után már csak a kitüntetéseket kell, hogy átadjam. Felkérem először Szegedi Jánosné, Jutkát, hogy vegye át a kitüntetést. Már egy kutatásra. Gratulálok, Jutka.
Mikor a József, József bácsi, gratulálok, és köszönjük el eddig a munkásságát, és továbbra is. Sok sikert! Végül, de nem utolsó sorban, mivel az adomány, vagy a kitüntetés külföldiek részére is adható, Horstmünd Stauffenberg polgármesterének szeretném átadni kitüntetést, ezt meg is merem mutatni, azt ha van is benne valami. Köszönjük az eddigi munkásságát, és... Kérem, hogy dolgozzon továbbra is azon, hogy a népek... ...hogy a népek és nemzetek minél szorosabban egymás mellé kerüljenek békébe. Én ezzel első napirendi pontunkat befejeztem volna, gratulálok még egyszer a képviselőtestület. Minden jó szándékot Tarjáni nevébe a kitüntetettek kitüntetéséhez kívánom, legyenek büszkék a kitüntetésre, ők az első, és kívánom, hogy Tarjáni még sok ilyen kitüntetettje legyen. Köszönöm szépen! Alle Gratulierung zu diesem Preis und alles Gute wünschen für Ihre weitere Tätigkeit. Und ich glaube, dass wir auf Sie stolz sein können, weil Sie nämlich die Ersten sind, die diesen Preis bekommen haben. Heute a napirendi pontokat folytassuk, én majd szót adok végül, esetleg a kitüntetetteknek, hogyha egy-két szóval akar hozzá akarnak szólni. Én a napirendet folytatnám azért, és átérnék második napirendi pontunkra, nevezetesen a lőtér megvalósítandó gyermektáborra. Falu ülésünkön úgy a tisztelt tévénézőknek, mint a falu jelenlévő lakosságának arról számoltam be, hogy rövidesen érkezik Stauffenberg város polgármestere, aki Bonnból elhozza azt az anyagi támogatást, melyel ez a gyermektábor megvalósításra kerülhet. Ja, als wir unser Dorf zusammen gehabt haben, dann habe ich den Einwohner darüber berichtet, dass Münzeboha, Horst Münch, Bürgermeister auf Stauffenberg, unser Gast wird, und er von Bonn, also die Summe mitbringt, mit der wir dann dieses Projekt, mit diesem Projekt beginnen können. Mivel Bonn elképzelése és támogatása változatlanul stabil. Ja, weil die Vorstellungen von uns also stabil sind. Így az elmúlt napokban tárgyalásokat folytattunk, úgy Stauffenberg részéről megjelent szakemberekkel, mint magyar részről megjelent mérnökökkel is. A helyszínen tanulmányoztuk a leendő gyermektábor megvalósítását. An Ort und Stelle haben wir gesehen, álláspontjai közeledtek egymáshoz, és úgy néz ki, ha minden összejön, és mindkét fél tudja tartani a szavát, akkor rövidesen egy 120 fős gyermektábor megvalósításáról beszélhetünk községünkben. Also alles klappt, dann in Kürze können wir dann für 120 Kinder also dieses Projekt also fertig machen. Ennyit előzményként erről a megvalósítandó gyermektáborról, bízom benne, a munka ugyanilyen ütemben fog folytatódni, és rövidesen boldog tulajdonosai lehetnek gyermekeinknek, gyermekeinke tábornak. Also so viel über dieses Projekt und ich hoffe, also dass alles in Ordnung sein wird und unsere Kinder bald also dieses Ferienlager genießen können.
ez lett volna a kette számú napirendi pontunk lényege. Most pedig egyébként napirendi pont keretén belül testület tagjai jutnak szóhoz, meghívott vendégeink, és esetleg Korszmény polgármester úr is beszélhet. Ja, hát a jó, én át is adnám akkor a szót. Ennyi lett volna az én rövid mai testületi ülésem. Akkor átadnám a szót Horszmény polgármester úrnak. Meine Damen und Herren, ich war überrascht, als das Fax aus Thailand kam, dass ich mit diesem Orden ausgezeichnet werden sollte. Sie müssen wissen, dass ich bisher noch keine Auszeichnung irgendwelcher Art angenommen habe, weil ich immer der Meinung bin, wenn man Antrag muss man auch besser etwas tun. Und weder eine Auszeichnung in Politik noch in Sport habe ich bisher angenommen, ich habe es immer bisher abgelehnt. Igen, polgármester, szeretettel köszöntöm a testület tagjait és a vendégeket, és nagyon meglepődött akkor, amikor a faxon értesült arról, hogy egy kitüntetést kell átvennie. Meg kell vallania, ahogy mondja, hogy eddig mindenféle fajta kitüntetést visszautasított, akár a sport területén, vagy pedig politikai területén kapta volna ezt a kitüntetést. Aber diese Auszeichnung von Thailand ist für mich eine große Ehre. Ich sage ganz herzlichen Dank. De ez a kitüntetés, ami Thailandból érkezett, nagy tisztelet, és ezért szeretném ezt megköszönni. Sie können sicher sein, das wäre auch so ohne die Auszeichnung gewesen, dass ich mich weiterhin für die Partnerschaft mit Thailand einsetzen werde. És biztosak lehetnek abban, lehetnek volna abban, hogy én ezt a kitüntetést nem kapom meg, ugyanannyit teszek karrierért és a partner kapcsolatért, mint amit tettem meg is. Aber jetzt möchte ich etwas zu dem Projekt sagen, was Stefan Philipp schon angesprochen hat, und dann habe ich vielleicht als zweites noch eine weitere Überraschung für Thailand. Szeretnék azonban néhány dolgot még, amiről Philipp István polgármester úr beszélt, tehát erről a lőtéri beruházásról elmondani, és talán még egy meglepetést is. Eigentlich gehört ihm ja die Auszeichnung, denn er hat für Thailand Großartiges geleistet, gerade im Hinblick auf dieses Projekt auf dem Schießplatz. A kitüntetés tulajdonképpen a polgármesterről illeti, hiszen ő volt az, aki legtöbbet tett ezért, hogy ez a beruházás létrejöhessen. Denn er hat die Mittel in Bonn über Budapest bekommen. Die werden zwar über Stauffenberg abgerechnet, ich habe auch etwas mitgeräumt, ist richtig, aber er war derjenige, der dieses Projekt ins Leben. Ő volt az, aki ezt a projektet, illetve a beruházást létrehozta. Ő volt az, aki kezdeményezte ennek a pénzösszegnek a Tarjamba jutását. Én csak közvetítő vagyok, igaz, hogy Stauffenbergen keresztül megy ez. Das Projekt sieht folgendermaßen aus, dass dort, Stefan Philipp hat es gesagt, auf dem Schießplatz 105 Sozialräume für 120 Personen, sag ich mal, entstehen. Tehát ahogy polgármester úr is mondta, tehát ez a beruházás a lőtéren abból áll, hogy 120 gyereket lehessen majd felhelyezni, és a hozzá tartozó szociális egységeket megvalósítani. Und wenn alles richtig läuft und ich nächste Woche mit Bonn klarkomme, wird entweder Anfang Ende dieses Jahres bzw. Anfang nächstes Jahres dieses Projekt laufen können. Es wird eine Höhe sein, was Bonn genehmigt hat, das kann ich auch mal sagen, von 400.000 Euro. És hogyha minden jól sikerül, akkor akár ennek az évnek a végén, vagy a következő év elején megindulhat a munka. Ja, és 400.000 márkán jelent az a támogatás, amit Bonnból kaptunk. Ich denke, dieses Projekt ist eine große Chance für Thailand, nicht nur im Hinblick auf Jugendaustausch, sondern auch in den Partnerschaften zueinander, Stauffenberg, oder mein Kinzigkreis Thailand, denn dort können nicht nur Kinder untergebracht werden, sondern auch Erwachsene. Und wenn dann irgendwann in späteren Jahren der gesamte Freizeitpark und die Freizeitanlagen mal stehen, ist das ein Plus für Thailand. Und ich denke auch eine, darf man ja auch nicht außer Acht lassen, eine große Einnahmequelle für Thailand. Ja, also
beruházás, ez nem csak a gyerekek számára lesz jelentős, hanem nagyon sokat jelent majd a partner kapcsolat számára, olyan értelemben is, hogy nem csak gyerekek jöhetnek majd el ide, hanem felnőttek is, nem csak Staffenbergből, hanem a Mindkin cigjárásból is, és ezen túlmenően a tarjániaknak majd ez a későbbiekben egy jó bevételi forrás lesz. Ich denke, dass wir zusammen dieses Projekt auf die Beine bekommen werden. Und darf dann anschließend an das Zweite, was ich sagen kann. Das ist eine Spende, steht zur Verfügung. Die Clemens-Bentano-Schule in Staumberg, Lolla oder Staumberg, wie man es nennen kann, zur Verfügung gestellt hat für Tarjan, und die wir dann Anfang März hier nach Tarjan bringen werden. Vielleicht auch schon im Februar, es kommt auf die Witterungsverhältnisse an. Egy adományjal szeretné Tarján községet segíteni. Es ist ein Unimog, Allradgetrieben. Es ist ein LKW, Allradgetrieben mit einem LKW-Anhänger. Ein Stromaggregat mit Anlaufstapel, Schneeschild, ein Kopierer und eine Stiebenmotorsäge. Ja, az ajánlózat szerepel egy teherautó, egy traktor, egy aggregátor, egy fénymásoló, nem tudom, hogy egy Mercedes Sonomo. És pont Mercedes Traktor, Großtraktor, MB-Trakt nennt sich das bei uns, ein Großtraktor auch noch. És egy Mercedes Traktor. Wert circa von 200.000 €. Ez körülbelül, tehát olyan 12 millió forint nagyságban. Ja, das nächste, was ich noch sagen kann, ich bin heute Abend mit Lehrhänden da, aber Geschenk habe ich natürlich mitgebracht, das steht noch von Konrad Staubitz im Auto oder im Keller bei der Klasse. Es ist ein Personalcomputer für den Computerraum in der Schule, ein weiterer steht bei mir noch zu Hause und zwei weitere werden dann noch im Frühjahr mitgebracht, sodass der Computerraum noch vollständig bestückt ist für die Schule, des Weiteren für Stefan Philipp noch einen für die Verwaltung. Most üres kézzel állok itt, ez nem azt jelenti, hogy nem hoztam ajándékot. A Herr Staubitznak a kocsijában van, az iskola számára hoztam egy kompjútert. Ich sage danke an alle für diese Auszeichnung. Bedanke mich im Namen der Delegation aus Staubenberg, wie immer für die sehr, sehr gute Gastfreundschaft. Vielen Dank und ich hoffe auf weitere gute Zusammenarbeit. Szeretném megköszönni a kitüntetést a testületnek is, a községnek is, és kívánok mindenkinek a továbbiakban jó munkát. Végezetül megköszönném Staffenberg polgármesterének az újabb hatományról szóló jó hírét, és a tisztánlátás és a tévénézők tájékoztatásául a következő szeretnénk elmondani, mint hallották. Egyszer kapunk 400 000 márka nagyságrendű pénzt, az 24 milliónak megfelelő. Ezt a nőtér beruházására fordítjuk. Áldozatosan gondoltak ők arra, hogy a nőtér beruházásánál roppant nagy földmunkák lesznek, és ezért közel 200 000 márka nagyságrendben újabb ilyen földgépeket is kapunk. Ezek a földgépek, ezek több célú hasznosításra alkalmasak, ezt mint hallottuk, nagy teljesítményi traktortól, az Mercedes Unimogig kezdve minden benne van. Ami számunkra a leglényegesebb ebbe, az a nagy teljesítményi traktor, melyel a személytelepünket tudjuk majd rendszeresen karban tartani. Azt hiszem, hogy ott tudjuk legelőször használni. Nagy lehetőségüket ezúton is köszönjük, és kívánom, hogy a ez irányú támogatásukról, amennyiben ez részükről lehetséges, ne feledkezzenek meg soha. Köszönöm Tarján lakóinak nevében. Tisztelt képviselőtestület, most az egyedek napirendi pont keretén belül folytatjuk tovább testületi ülésünket, és ezen belül iskolánk igazgatója Klinger Józsefné kér szót, és ezt megadom. Nagyon röviden szeretném először magyarul, és akkor utána pedig németül szeretném. Tulajdonképpen szeretném megköszönni azokat az adományokat, amelyeket itt az előbb hallottunk, amit
polgármester úr, hasznos, amelyeket a mind a falunak, mind pedig az iskolának juttatta. És ezen kívül szeretném megköszönni Hest Albicnak is azt az adományát, amelyen lehetővé tette azt, hogy az iskolánkban az idén nem szénfűtés van, hanem olajfűtés van, ami nagyon megkönnyíti a mi munkánkat is, és a gyerekeknek pedig biztosítja az állandó meleget. Még egyszer köszönöm szépen, a bizonyítékünk állapotás kívánunknak. Ez kérem tulajdonképpen, az, hogy megtart mi, az autizmi pécél, az átfűtésünket, így is újra konyhát, nem szerszik a dánken, akkor a különbözőt használj, mert alapvetően a familiás Kalbic, ti a vor zwei Monaten diesen Öltank uns geschickt haben. Dadurch konnten wir jetzt einen Brenner geschickt haben und das hat unsere Arbeit nämlich in der Schule sehr erleichtert. Wir müssen jetzt nicht mehr mit Kohlen heizen, sondern mit Öl. Und da freuen sich natürlich unsere Mitarbeiter und natürlich auch unsere Kinder, weil es schön warm in unserem Gebäude ist. Also ich möchte mich ganz herzlich noch einmal auch bei Ihnen dafür bedanken und auch beim Bürgermeister für die Spende, für PC und so weiter und so fort. Also Kopiergerät, was wir alles von der Stadt Starnberg bekommen haben. Vielen Dank. Nem tudom, hogy van-e még egyebek testületi tagoknak, hanem akkor röviden, mivel a televízió nyilvánossága előtt, ugyan a médiákat mi nem uraljuk, mi használjuk, szeretnék beszámolni arról, hogy a egyik legnagyobb beruházásunk a csatornaépítés után a gázépítés. Erről szeretnék néhány szóba a lakosságnak referálni. Gázépítésünk a kezdeti nehézségekhez képest elég jól alakult. Jelenleg az összjelentkezők száma 600 fő, ebből 300-an kérnek hitelt, és a másik 300 pedig készpénzvel kívánja befizetni. A készpénzvel befizetők közel 8 millió forintos nagyságrendben tettek már eleget fizetési kötelezettségüknek. Itt szeretném felkérni a falu azon lakóit, akik készpénzbe szeretnének fizetni, hogy december 31-ig ezt megtehetik, és ha ezt megteszik, akkor még a 7500 forintot közműfejlesztési hozzájárulás címén 15%-ot vissza tudjuk a lakóknak fizetni. Minden esetre ezt a hozzáállást, amit községünk lakói ez iránt a nagy beruházás iránt kifejtettek, nagyon köszönjük, és bízom benne, hogy községünk az ősz folyamán, azaz a 94-es év őszén a gázújításnál lehetünk ugyanilyen ünnepélyesen jelen. Ennyit a gázról, nem tudom, a testület tagjai szeretnének-e néhány szót szólni, hogy esetleg a magyar kitüntetettek egy-két szóba, ha mondanának valamit. A hölgyek nála mindig erőnyben voltak, hát a szót Jutkának, akkor szeretettel veszem. Köszönöm szépen! Megköszönöm a testületnek, hogy gondoltak arról, hogy olyan kitüntessenek, és megesült abban az ütembe, hogy jól cselekedtem az elmúlt években. 1968-ban kezdtem ezt a tevékenységet, ide akkor kerültem ide tanítani, és mindig azt szerettem volna, hogy a gyerekeket beleneveljem, hogy őrizzék a múltjukat, ismerjék, tudják, hogy mit volt körülöttük, hogy a jelent jobban tudják értékelni, és a jövőt jobban tudják építeni. És azt hiszem, hogy a hírbe megerősödtem, és hogyha visszakerülök a tanításba, akkor ezt folytatom is. És azt hiszem, ezek a felnőtté vált gyerekek azért folytatják azt, amit én elkezdtem, és lesz egy dolgom is. Köszönöm. Néhány szóval megköszönöm én is a bizalmat, amiért nekem ítélték a kitüntetést. Ami a krónikát illeti, a napról folytatódik, hogy lesz-e erőm ezt megírni, ez még a jövő zenéje, de reményem van abban is, hogy több pozitívum fog belekerülni a következő krónikába, mint az elmúlt, a most megjelent krónikába a negatívumok. Én nem vádiratot akartam írni, mikor ezt
a történelmet, ezt a folyamatot, amit Arianna véghez ment, megírtam, hanem az utódok előtt tisztázni akartam, hogy mi is zajlott le tulajdonképpen. Hogyan történhetett az, hogy emberek, akik évszázadokon át békésen együtt éltek, máról hónapra ellenségek lettek, és a gyűlöletet a végtelenségig szították. Tehát én bízom abban, hogy ez már a múlté, és nem fog már visszatérni. Zégéjeti gészti, men dámut hien, én pár volt én möchte hienen auch mitteilen, vor allem bedanke mich herzlich vor dem Vorstand für die Aufteilung. Und vielleicht haben Sie auch und in Stauffenberg bekommen von dieser Chronik einen kleinen Ausdruck. Es schade, dass es nicht deutsch auch ganz veröffentlicht hat können sein. Aber wir hoffen, dass einmal es in der deutschen Übersetzung auch erscheinen wird. Leider mit Geld stehen wir nicht so gut und die Verwaltung hat alles Mögliche getan, dass das Buch erscheinen konnte. Und was das Geschenk betrifft, ich hoffe, das Dorf, die Gemeinde, die Verwaltung würde gut aufgebrauchen, wird nicht so schlenderisch umgehen, weil Deutschland ist ja auch nicht so reich, wie man sich vorstellt. Wir sehen in Deutschland nicht den reichen Onkel, sondern Deutschland hat ja auch seine eigenen Probleme. Und das freut uns extra, dass Sie noch so kavalier sind, dass Sie uns noch behilflich können sein. Und das muss uns anspornen, dass wir auch etwas tun dafür. Nicht nur warten auf das Geschenk. Ich hoffe, das wird die Leute auch anspornen und nicht nur so einfach hinnehmen, die Geschenke. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg zu Hause und ich hoffe, wir werden die Freundschaft auch noch vertiefen. Und was das Kinderlage anbetrifft, ich hoffe, die Kinder aus Deutschland werden auch etwas genießen, Ungarn kennenzulernen, die hier wohnende Leute, die Minderheiten. Und das ist alles für den Frieden und die Freundschaft der Völker bevorzugen. Dankeschön. Megköszönöm a hozzászólásokat, nem tudom, van-e még egyebek napirendi pont keretén belül valami hozzászólás, amennyiben nincs, mai testületi ülésünket bezárom, kívánok mindenkinek nyugodalmas jó éjszakát. Az idén első évben rendezték meg a Komárom Esztergom megyei zeneiskolát, Fúvós zenekari fesztiválját Nyergesújfalun. A Tarjáni zeneiskola Fúvós zenekara is ott járt. Nemzetiségi Zeneiskola ifjúsági fúvó zenekarának műsorát hallják. Bánki Csaba vezetésével a polkát adnak elő. Hunger, Übert Zweidörfer. Runder, vom Egenláncum Moldanstand. Nikodém, Wendertag Erwacht. Vacek, Jirinka Polka. Runder, Herz Schmerz. Vacek, Huahu. Felkészül a Nyerges Éfi Zenekar. Zenekar, a Dorogi Ifjúsági Zenekar, az Oroszlányi Ifjúság Felnőtt Zenekar, a Tatai, Tatabányai Ifjúsági, Nyergesújfalui Ifjúsági és Felnőtt Fúvós Zenekar és a Tarjáni Zeneiskola Fúvós Együttese kapott meghívást.
A műsoridőt maximum 20 percben határozták meg a szervezők, de a műsorpolitikát már minden együttes tetszése szerint választhatta, és ennek köszönhetően a zenekarok jól szervezetten, pergően követték egymást, és nagyon sokszínű, színvonalas produkciót hallhatott a közönség. Országos és nemzetközi fúvószenekari élet kimagasló szakemberei voltak. Marosi László, a Zeneakadémiai Karmesterképző Tanszék vezetője, a Központi Zenekar nagy, valamint Gedeon János, a Katonai Zeneművészeti Szakközépiskola igazgatója, a Soroksári Német Nemzetiségi Együttes karnagya. Megnyitó után a Csolnoki együttes játékát élvezhettük, utána a Dorogi, Oroszlányi, Tatai együttesek következtek. A szünet után a
Tatabányai, majd a Tarjáni Zeneiskolára került sor. Tanítványaink kitettek magukért. Színvonalas, kellemes zenéléssel mutatkoztak be a szakmai, illetve az érdeklődő közönségnek, s a ráadást már a közönség vastapsa kísérte. Utánunk a Nyergesiek két zenekara játszott és zárta a találkozót. Szakmai értekezleten minden együttest alaposan kielemzett a zsűri, kiemelve a pozitívumokat, de a javítani valókról sem hallgattak. Nagy örömünkre együttesünk igen jó minősítést kapott. A szakmai értékelés ideje alatt az oroszlányi mazsorettek szórakoztatták a közönséget nagy sikerrel, majd befejezésül az oklevelek átadása után a közel 300 zenészből álló fesztivál összzenekar, mely a résztvevőkből alakult, a 60. születésnapját ünneplő Fodi Jánost köszöntötte.
hogy adják át a zenélapokat a zenekaroknak. Kedves nézőink, Önök a Falu TV adását látták. A műsor készítette Prech József, Miskovics Tibor, Köslő András, Martin András és a bemondó Bakosné Heyman Katalin. Figyelmüket megköszönve búcsúzunk a viszontlátásra.